Szép jó estét kívánok! Manapság, ha nyilvánosan beszélünk közéleti személyiségeinkről, leginkább szakmájuk kapcsán tesszük ezt. Megfogalmazzuk, hogy egyik kiváló író, másikuk nagyszerű sportoló, ígéretes kutató vagy tehetséges színész. Ez így van rendjén, ismerté kell tenni mindazokat, akik bármilyen téren, bármilyen formában jelentőset alkotnak. Ám mi külföldön igen nagy gyakorlata van már annak, hogy a közéleti személyiségekről nem csak szakmájuk kapcsán beszélnek, hanem egyéb emberi tulajdonságaikról is. Addig itthon ezekről nyilvánosan beszélni szinte tabu. Hangsúlyozom, hogy nyilvánosan, mert a péntek esti asztaltársaság mellett fenntartások nélkül megbeszélhetjük például azt, hogy ki a vonzó nő vagy a jóképű férfi a közéleti személyiségek között, anélkül, hogy ezzel egyéb érdemeit kisebbítenénk mondjuk. Ennek ellenére, ha mindenről mondjuk nyilvános felületen, azaz sajtóban beszélünk, az valamiért nagyon sok emberben ellenérzést vált ki. Mindezek után nagy vonalakban a ma esti kérdés az, hogy lehet-e hivatalosan is csinos, sármos és szexi az ember, ha erdélyi és magyar. Mai műsorunk kiinduló pontja az a nagyon sok vitát kiváltó lista, amely az elmúlt héten jelent meg a Transindex hírportálon, és amely rangsorolta természetesen szubjektív módon a valamilyen területen ismert és elismert férfiakat kinézetük, külsejük alapján. Egészen konkrétan a szavazásra bocsátott lista címe az volt, hogy ki a legszexibb erdélyi férfi. A lista összeállítói pozitív, könnyed kezdeményezésnek szánták azt, sokan díjazták is, ám mások, akár a listán szereplők közül is nagyon nem értettek ezzel egyet. Ma este mindkét fél szemszögével a mi érteket keressük. Balázsi Pál Előddel, a Transindex hírportál főszerkesztőjével, Zörgő Noémivel, a Nőileg című magazin főszerkesztőjével, és B. Szabó Zsolttal, az RDFM szerkesztőműsorvezetőjével, a lista egyik szereplőjével. Szervusztok, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a rendelő meghívását. No, beszéljünk egy kicsit erről a listáról. Először említsük meg azt, hogy milyen szándékkal született, ha egyáltalán szándékkal született a lista. Nyilván nem a véletlen műve az, hogy egyszer csak felkerült az internetre egy ilyen lista, hanem annak kapcsán gondolkodtunk el azon, hogy mégis kik lehetnek azok a közéleti személyiségek Erdélyben, akik egy hasonló szexi férfiak listájára felkerülhetnek. Ugye a világ sajtóban már évek óta bevett hagyománya van annak, hogy minden évben megjelenik egy ilyen lista, és nyilván ezen rendszerint az első helyeken közismert színészek szoktak végezni. És gyakorlatilag mi egy ilyen kísérletnek szántuk ezt a listánkat. Nem titkolt szándékunk az, hogy kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan reagálnak maguk a lista résztvevői, és hogyan reagál a közönség, az olvasó közönség erre a kísérletre. Ti hogyan fogadtátok a listát? Noémi, te hol értesültél először a listáról? Hol olvastál először? Azt hiszem, hogy a Facebookon jelent meg a hírfolyamban. Én teljesen pozitívan reagáltam a listára. Első reakcióm azt hiszem az volt, hogy akkor nézzük meg, hogy mondjuk az általunk hónappasinak beválasztott menübe, vagy menüből kik azok, akik felkerültek, és örömmel láttuk azt, hogy talán 5-6-an szerepeltek ezen a listán. Én azt gondoltam, hogy egy abszolút jó kezdeményezés, teljesen láttam helyét ennek az interneten, vagy az erdélyi magyar sajtóban. Valószínűleg, nem tudom, az érintetteket, hogy ki miért kérte le magát a listáról, én ezt nem tudom, hogy miért volt ez a reakció, mert nyilván valamilyen személyes indítatás. Említetted a hónap pasia rovatot, hát ugye ti ezzel indítottatok gyakorlatilag, tehát nem véletlenül csöppent be a Nőilegbe, hanem már a lap indulásakor tudtátok, hogy lesz egy ilyen rovat. Persze, a felvezetőben mondtad, hogy tabuként beszélünk a közéleti szereplőkről. Mi indulásunktól kezdve vállaltuk azt, hogy olyan témákat fogunk a magazinban megírni, amelyek egyébként tabuként kezelünk, tehát a szexualitás és az ahhoz kapcsolódó összes eddig megjelent anyagunk mindegyik tabu kérdéseket feszeget, és szándékosan tesszük be, nem fogjuk kivenni, és az az érdekes, hogy az elején voltak olyan reakciók, hogy hát ezt azért talán nem kéne, vagy ez talán sok, viszont 1-2-3 lapszám után azok megváltoztak a reakciók, és sokkal több az, hogy na igen, végre valaki kimondja. Én azt hiszem, hogy ezeknek a listáknak nevelő, formáló, átalakító hatása lesz. Tehát szerintem nem kell abba hagyni ezeket a listákat, hanem kell egy picit feszegetni, tovább menni, mert hogy
mindenkit érdekelnek ezek a dolgok. Noémi, említetted, hogy volt, aki azt mondta, hogy hát azért ezt nem kellene. És tehát, hogy érkeztek olyan, tehát, hogy megindokolták azok, akik azt mondták, hogy elnye-benye? Nem, tehát nálunk az a szokás, hogy nem indoklunk, nem érvelünk, csak azt mondjuk, hogy nem. Ez most egy kicsit általánosítás volt, de inkább az volt, hogy hát azért erről nem beszélünk nyilvánosan, vagy nem szoktuk azért a hálószoba titkokat ennyire kitárni a világ elé. Viszont az, hogy nem tudom, egy nőnek van-e orgazmusa, vagy nincs, vagy hogy baj-e az, hogyha nincs, vagy miért hazudik arról, hogy van, vagy ezek a dolgok fontosak, vagy ugyanúgy nemi betegségek, hogyha már a kérovat anyagaihoz nézünk, vagy az, hogy szexuális segédeszközöket, játékokat használnak-e a párok, vagy nem. Ezekről nem tudom, hogy miért ne lehetne beszélni. Vagy arról, hogy 50 felett milyen a szexuális élet, mire lehet számítani, ki hogyan éli meg azokat a bizonyos átmeneteket. Én nem látom ebben a problémát, vagy azt, hogy miért kéne erről hallgatni. És ti már ilyen témákat feszegettek, de mi most még ott tartunk, hogy született egy lista, amelyben leltárba vettük azokat, vagy a Transindex újságírói leltárba vették azokat a férfiakat, akikről azt gondolják, hogy csinosak, sármosak, jóképűek, és azon a listán szerepelhetnek. Bészabó Zsolt, ő a lista résztvevője. Zsolt, te honnan értesültél először, hogy rajta vagy a listán? Sziasztok! Én engem a legrosszabb pillanatban érintett őszintén, tehát hogy talán azért is volt negatív hangvételű az én reakcióm rögtön. Tehát te negatív hangvételű reakcióval illetted. Az első reakcióm az volt egyértelműen, mert olyan élethelyzetbe kapott, amikor ez nekem pont nem esett jól. Tehát ilyen nagyon bután valaki elküldte, egy olyan ember, akivel különben nagyon rég beszéltem, és elküldte Facebookon üzenetbe, hogy wow. És én is azt mondtam, hogy wow. És nem tudtam hirtelen mit reagáljak, tehát se az nem jutott eszembe, hogy Transindex, se az, hogy előd, mert hogy én majdhogy kollégáimként tekintek a Transindexes szerkesztőkre, nagyon szeretem őket, azt, amit képviselnek, és hirtelen nem tudtam hová tenni ezt az egészet. Azt sem tudtam hirtelen, hogy ez az egész honnan jött, honnan indult, azt sem, hogy azt a képet honnan kapták, vagy hogy mi ez az egész. Tehát úgy azt hiszem, hogy fél órába beletelt, míg realizáltam, hogy itt mi is történik valójában. Előtt hogy kerültek ezek az úriemberek a listára? Tehát mi alapján döntöttétek el? Hát ez egy szerkesztőségen belüli rövid brainstorming volt. Nyilván a szerkesztőségnek közel minden tagja élt azzal a lehetősége, hogy ő is akkor valakit javasoljon erre a listára. És hát így állt össze az a 24 fős mezőny, amelyet, és itt fontos megjegyezni, hogy nem mi döntöttük el a rangsort, tehát nem mi rangsoroltuk őket, mi összeállítottunk egy 24-es listát, és az olvasókra bíztuk azt, hogy ők döntsék el, hogy szerintük ki a legszexibb erdélyi férfi jelen pillanatban. Említetted, hogy nagyon kíváncsiak voltatok arra, hogy hogyan reagálnak ugye az olvasók, és azok is, akik a listára fölkerültek. Milyenek voltak a reakciók? Vegyesek, nagyon vegyesek. Hát ami első pillanattól érződött az, hogy az olvasóknak nagyon nagy igénye van egy hasonló összeállításra. Tehát, hogy egészen hihetetlen volt számunkra az, hogy milyen rövid idő alatt mekkora karriert futott be a Facebookon ez az anyagunk. Tehát, hogyha a fizetett Facebook hirdetéssel próbáltunk volna egy más anyagot eladni, akkor szerintem bármennyi pénzt költöttünk volna rá, nem sikerült volna ilyen hatást elérni. Ugyanakkor meg nyilván voltak olyan észrevételek most, hogy nyilván a legbanálisabb az, hogy miért csak híres emberek vannak a listán, hogy miért nincsenek hétköznapi emberek, mikor annyi szép hétköznapi ember járkál az utcákon. Hát nyilván azért, mert hogy ugye egészen másként kell kezelni a közéleti szereplőknek számító személyeket és a nem közéleti szereplőknek számító személyeket, tehát az ő esetükben nem engedhetnénk meg azt magunknak, hogy mondjuk a fényképüket anélkül feltöltsük egy hasonló listára, vagy a nevüket egy ilyen listán használjuk, hogy ne kérnénk előzetesen az engedélyüket. Ez a magánszemélyekre értendő, és nem a közéleti szereplőkre, akiknél azért kicsit más ez a besorolás, és másként lehet a sajtónak bánnia velük ilyen szempontból. Volt olyan beszólás is, hogy minden szép és minden jó, de hogy
miért kell pasinak neveznünk a férfiakat. És ugyanez a személy a következő mondatával azt mondta el, hogy hát ő a gyengébbik nemre bízza azt, hogy igazából ki a szép közülük. Tehát, hogy ő is ugyanúgy egy ilyen megbélyegző jellegű jelzős szerkezetet használt a nőkre, mint amennyire esetleg ő megbélyegzőnek érzi a pasikat. De hát nyilván nagyon sokan szavaztak, nagyon sokan vettek részt ebben a játékban ilyen formában. A listán szereplő személyek részéről többnyire negatív visszacsatolások érkeztek. Most nyilván az, aki egyébként, hogy mondjam, jól esett neki, vagy büszke arra, hogy felkerült el a listára, nem fogja megírni nekünk azt, hogy de büszke vagyok, és mennyire köszönöm, hogy feltettetek. És hát nyilván inkább azok a reakciók érkeztek el hozzánk, azoknak a reakció, akik azt kérték, hogy ha mennyiben lehetséges, akkor vegyük le őket erről a listáról, mert kellemetlen számukra, hogy ilyen közegben jelenik meg az ő nevük és arcuk. Mi egyébként eleget tettünk ennek a felkérésnek, bár úgy gondoljuk, és ezt közöltük is velük, hogy nem tartjuk ezt kötelességünknek, hogy most azért, mert megkérnek, levegyük őket a listáról, viszont amiatt, hogy tényleg nem az volt a célunk, hogy akkor bárkit rosszul érezze magát, vagy kellemetlen helyzeteket okozzunk neki, ezért igazából nem, mivel nem volt tétje számunkra annak, hogy valaki ott van a listán, vagy nincs a listán, ezért töröltük azokat a személyeket, akik kérték ezt. Azt hiszem, nagyon-nagyon fontos lenne leszögezni azt, már csak ugye a lista megjelenését követő hát mindenféle reakciók után. Ki számít közszereplőnek? Tehát ki közszereplő Erdélyben, akinek a fotóját és akit megkérdezés vagy a beleegyezése nélkül egy ilyen listára föl lehet tenni? Igen, ez az egyik legnehezebb kérdés, azt hiszem úgy, hogy én, hogyha lehet, akkor ezt úgy továbbítanám, igen, Noéminek mondjuk, hogy ő válaszoljon rá, de én is visszatérhetek rá nyilván. Hát mindenképpen politikusok, újságírók, tehát olyan személyek, akik valamilyen, tehát munkájuknál fogva, nem tudom, sokat szerepelnek a köz előtt, a közönség előtt, az arcuk egyébként is valahogy a szakmájuk által, nem tudom én, ismerté válik. Tehát politikusok, újságírók, közéleti személy, írók, költők, festők, tehát képzőművészek, nem tudom, Zsolt? Akiknek a produktuma vagy tevékenységi köre nem egy ember céloz, hanem egy embercsoportot céloz. Igen. Tehát nem muszáj ismert legyen ahhoz, hogy valaki közszereplő legyen. Tehát, hogyha én valami olyasmit hajtok végre, vagy olyasmit teszek, ami több embert érint, tehát én publikusan cselekszek bármit is, az én döntésemből, akkor ezzel én már közszereplőnek számítok. Tehát én ezt így fogtam fel. Egyébként tudtam, hogy ez lesz a válasz a Transindex részéről, és tisztában is vagyok vele, azzal is, hogy ezzel mi jár, mármint, hogyha az ember médiában dolgozik, vagy egyáltalán többen ismerik. Ez egy nagyon érdekes kérdés. A lista egyébként rengeteg kérdést vetett fel, nem csak azoknak, akik a listán szerepelnek, hanem azoknak is, akik látták. Tehát, hogyha figyelemmel követjük, hogy ez a Facebookon milyen szinten virálisan elterjedt, akkor rájövünk arra, hogy igen, szüksége van az erdélyi közönségnek egy bulvár, egy erős bulvár sajtóra. Viszont arra is rá kell jönnünk, hogy a bulvár irányít is. Tehát kezdeményez és irányít, kézben tart. Na hát az a baj, itt minden kezdet nehéz, és úgy gondolom, hogy ez még ugye a kezdetnek számít, tehát a nőileg is szerintem egy nagyon jó kezdet. A Transindexnek a hasonló próbálkozásai is nagyon jó kezdetek. Viszont úgy gondoltam ez alkalommal, hogy nem volt irányított, nehéz is ez, persze nehéz, de persze már az is nehéz, hogy meghatározza valaki a célközönségét. És szerintem itt ez állt szemben, tehát hogy tudatunkban van egy Transindex, amit ismerünk, ahová minden nap fölmegyünk, híreket olvasunk, ott találkozunk a napi aktualitásokkal. És egyszer csak ez a Transindex átvált bulvárra. Tehát nekem ez volt inkább a fejembe a dolog, hogy ez most akkor mi. Hát nyilvánvalóan egyetlen cikk erejéig tette, de jó hangosra sikeredett. Jó, hát itt nyilván az van, hogy a bulvárnak is rengeteg műfaja van. Tehát a bulváron belül is rengeteg minden
van. Tehát ugye kezdve a rendőrségi hírektől, ami lehet a halálos baleset, a gyilkosság, stb., amivel mondjuk egy ideig ugye nagyon tele voltak a nem közszolgálati román televíziók, tehát a kereskedelmi televíziók hírműsorai. Hogy mondjam, van olyan portál, amelyik abból él tényleg, hogy jó esetben történik a megyében mondjuk 2-3 halálos balesete hónapban, és akkor abban a hónapban megvan rendesen a nézettségük. Van az a típusú bulvár, ami gyakorlatilag mondjuk a nyugati vagy a magyarországi sajtóból származó bulvárhíreknek a copy-pasztelése, vagy jó esetben fordítása, mert akkor még dolgoznak is vele pár percet, és mondjuk ennek a fizetett Facebook hirdetésben való nyomatása, tehát itt most lehet gondolni például arra, hogy mondjuk a való világban a baróti kislány hányszor létesített szexuális kapcsolatot a villa többi lakójával, és ez mit szól az édesanyja. Tehát, hogy ilyen típusú bulvár is létezik. És szerintem az a típusú bulvár, amivel mi most próbálkoztunk ebben az esetben, az egy harmadik típus, ami nyilván nem azzal a céllal születik, hogy akkor nevetségessé tegyen valakit, vagy lejárasson valakit, vagy visszaéljen azzal, hogy mondjuk az olvasók kíváncsiak arra, hogy akkor ki is halt meg abban a balesetben. Ugyanakkor meg szerintem nagyon fontos az, hogy megpróbáltunk tényleg egy erdélyi tartalmat létrehozni. Tehát, hogy nem az volt a célunk, hogy akkor mondjuk valaki olyan szeméről írjunk, aki mondjuk Magyarországon ismert, és akkor utána a magyarországi olvasóknak próbáljuk eladni, vagy... Nem, tehát, hogy úgy érzem, hogy nem próbáltuk azért átverni az olvasókat semmilyen formában ezzel a dologgal, és azért tartom ezt nagyon fontosnak, hogy azért gondolkodjanak el a közéleti szereplők az ilyen típusú kezdeményezéseken, mert az a gond, hogy annyira mindenki csak a saját területén mozog, és annyira csak a saját területén válik ismerté is emiatt, hogy gyakorlatilag nagyon kevés átjárás van. Tehát, hogy az, aki mondjuk egy sportolót követ, vagy egy sportoló tevékenységével van tisztában, nagyon ritka esetben tudja azt, hogy mondjuk mi történik jelenleg a hazai kortárs képzőművészetben, vagy a színházak világában, és fordítva is. És nagyon kevés olyan alkalom van, amikor ilyen közéleti szereplők egymás mellé tudnak kerülni valamilyen formában, és ezáltal gyakorlatilag azoknak az érdeklődési körét is tágíthatják, akik mondjuk az egyik típusú tartalom iránt érdeklődnek. Tehát, hogy akit mondjuk érdekel a színház, az hirtelen meg fogja tudni ugye azt, hogy azért van egy pár olyan erdélyi sportoló például, aki nagyon sikeres mondjuk külföldön. És ez szerintem egyáltalán nem elhanyagolható dolog. Egyébként ebben tényleg van egy olyan pozitív dolog ebben a listában, hogy látjuk azt, hogy kik azok, mert hogy a képek alatt volt egy pár mondat leírás, és azokban is ott volt mindenki mellett az az érték, tehát nem csak az, hogy szexi és kész, hanem ott volt egy plusz érték, hogy sikeres sportoló, eredményes színész, stb. Stb. Tehát, hogy abszolút korrekt módon voltak a képek mellett még leírások is, hogy akkor miért esett rá a választás, amellett, hogy jól néz ki, ami ugye szubjektív. És pontosan itt merül fel ez a kérdés, hogy sértő-e valakit szexinek, azt hiszem, hogy ezzel a szóval volt a legtöbb probléma, a szexi szóval, csinosnak, sármosnak titulálni, mert attól, hogy valaki jó fizikai adottságokkal rendelkezik, attól még, ugye, és ezen a listán szerepel, attól még nem fosztódott meg attól, hogy egy nagyon jó sportoló, egy kiváló színész, vagy egy jó rádiós műsorvezető. Én bármelyik másik jelzőre megsértődtem volna. Őszintén. Tehát az ilyen férfiak, meg fiúk, meg most hova tájalt be ezt a dolgot? A pasi az nagyon mai. A pasi az nagyon rugalmas. A szexi meg nagyon sokat mondó. És néha úgy csinálunk, mintha nem 2015-ben élnénk. Visszacsatolnék arra, amit Noémi mondott az elején, tehát hogy én ezt rendkívüli módon értékelem, tehát én magam is folyton a határokat feszegetem, tehát ennek vagyok a híve. Tehát tényleg beszéljünk a szexualitásról, és ha hiszitek, hanem annak ellenére, hogy az emberek megbotránkoznak első hallásra, hihetetlen, hogy ezek a legkelendőbb témák.
Tehát hiába beszélsz a rádióban arról, hogy, vagy írsz róla, hogy hányan haltak meg itt és ott, higgyétek el, hogy fel annyi embert nem érdekel, mint ha arról beszélsznél, hogy kinek milyen a szexuális élete, vagy kinek milyenek a szexuális szokásai. Tehát ez a bátorsággal semmilyen fajta baj nincsen. A szóhasználattal se, a rugalmassággal sincsen, semmi baj. Nehéz ráébredni arra, hogy az, hogy közszereplő vagy, néha el tud szabadulni. És biza, el tud szabadulni. Nincsen bulvársajtónk, éppen ezért a közszereplők maguknak alakítják az arcukat. Tehát én magam is ezt csinálom. 7 éve alakítgatom azt, hogy a közvélemény hogyan bélekedjen rólam. És vannak pillanatok, amikor ezt nem te alakítod. És ez teljesen reális dolog. Ezzel semmilyen baj nincs. Én ezt belátom. Az hogy negatív szájízt emlegetünk, hogyha az én személyemről beszélünk, ez mondom csupán azért volt, mert nagyon rosszkor érkezett. Tehát ez teljesen személyes, és teljesen ülsz otthon a kis teredben, ülsz otthon a kis történetedben, és egyszer csak rád omlik a világ. Ez volt a fura. Amúgy... Én úgy gondolom, hogy azért abban az esetben lehet negatív kicsengés ennek a dolognak, vagy abban az esetben lehet káros, hogyha az, hogy valaki szexi, az mondjuk úgy tevődik fel abban a kontextusban, hogy azért annyira sikeres, mert szexi. Most nyilván egy színész az sértésnek veszi, hogyha valaki azt fogja mondani rá, hogy hát te azért kapsz mindig főszerepet, mert olyan jóképű vagy. Azért hát nyilván ezen mindenki megsértődne. Tehát, hogy mondjuk egy rádiós lehet nem sértődik meg azon, hogyha azt mondják, hogy annyira jó rádiós hangod van, ugye, és valószínűleg ezért vezetsz műsor, de hogy azért ez nem elég. Tehát, hogy lehet valakinek jó rádiós hangja, hogyha nem tud egy mondatot elmondani, úgyhogy annak legyen értelme is, és legyen eleje és vége. Nekem is alig sikerült most. Egyébként ide visszakapcsolva, hogy mennyire tabu téma, vagy hogyan reagálunk dolgokra, a Nőileg honlapjára feltöltöttem múlt héten a Pornó probléma című anyagot. Kiment a Facebookra, honlapra feltöltött anyag, 4 ember merte lájkolni, tehát úgy, hogy ott a neve megjelenik a lájknál, viszont a Facebook posztok közül kimagasló elérése van annak az anyagnak. Még nem is telt el 24 óra, a honlapon a legolvasottabb anyag lett. Tehát nem telt el 24 óra. Tehát azt jelenti, hogy nagyon érdeklődünk az ilyen témák iránt, csak nem merjük fölvállalni. Picit szerintem veszélyes, hogyha a kettőt ennyire egymás mellé helyezzük. Tehát nem tudom, hogy csak én érzem-e így, de úgy nem tudom. A szexi pasilista és a szexualitás egymás mellé került nagyon, de valóban mindkettő fontos bulvár téma, és mindkettő nagyon fontos, viszont szerintem a szexi pasilistának a szexualitáshoz túl sok köze nincs. Hát igen, de itt már a beszélgetés elején már ugye azt tisztáztuk, hogy a Nőileg pár lépéssel a szexi pasilista előtt jár. Tehát tehát ezekkel a tartalmakkal, ugye hát itt ez váltott ki felháborodást, a szexi pasilista. Arról meséltek nekem, hogy tudtok-e hasonló kezdeményezésről, vagy ilyen hasonló listáról, olvastatok-e még, létezik-e ilyen, és miért pont ez? Hát persze, utána létrejött, azt hiszem, hogy pont aznap, ahogy ti fölraktátok, létrejött egy hasonló lista, szintén szexi pasik, és aztán talán másnap, vagy harmadnap egy erdélyi maca lista is lett. Azt hiszem, hogy a mi anyagunk a következő napon született meg mind a két lista, ugye, ami hát ilyen, nem tudom, macák, és nem is tudom, mi volt a... Nem tudom, a férfiak listák voltak. Én azt poénnak nem tudom. Igen, ez kérdéses, hogy mennyire. Valószínűleg poénnak szánták egyébként, én nem tudtam nevetni rajtuk őszintén, de elképzelhető voltak. Én ott pont abban láttam a problémát, hogy a képek is tendenciózusan voltak megválasztva, tehát azért nem mindenkiről előnyös, vagy nem mindenki nézett úgy ki, hogy azért mondjuk vállalja, és a képalákkal volt ott egyébként a probléma. Tehát azokkal a megjegyzésekkel, címkézésekkel, ahogy illettek a maca meg a másik listán szereplő személyeket. Amúgy hadd mondjam el, hogyha már a következményekről beszélünk, hogy mióta a lista felkerült, azóta 6-an kerestek meg, hogy menjek DJ-skedni. Ez komoly. A képnek köszönhetően. Igen. Tehát ez egyik következménye ez. A másik meg ez, hogy a Facebookon hogyan szabadul el ezt figyelni, nagyon rá lehet érezni az erdélyi közönségre.
Tehát ahogyan hozzáálltak, ahogyan megpróbáltak fogást találni rajta, tehát ez a posztolom, de hú, akkor most hogy hogyan posztoljam, és gyorsan döntsem el, hogy mit gondolok róla. Hogyha mondjuk a személyes tapasztalataimat mondom, akkor én életemben ennyi rosszat magamról soha nem olvastam. Tehát komolyan, mint ez alatt az idő alatt, de nem volt kellemetlen, tehát nem éreztem sértőnek. Tehát, hogy azt éreztem, hogy foglalkoznak vele. Nekem a kedvencem az volt, amikor tehát megnéztem egy adott ponton, hogy a Transindex Facebook bejegyzését kik osztották tovább, és hát felfedeztem a listán lévő két személynek, az egyiknek az édesapját, a másiknak az édesanyját azok között, akik tovább osztották, és akik ilyen teljesen ilyen nagyon büszkén tették ezt meg, és hogy na, gyertek, szavazzatok, miközben... Miközben a fiaik, meg a fiaik közül az egyik konkrétan kérte azt, hogy vegyük le őt a listáról, a másik pedig jelezte, hogy ő ebben a játékban azért nem akar részt venni. Mi a tapasztalatotok, milyen képet szeretne kialakítani magáról az erdélyi magyar közéleti személyiség? Hú, tehetséges, szép, családi háttér, rendben van. Tehát minden rendben van. Szerintem ez ami a fő vezérfonal, én úgy látom. Én hiszem, hogy nagyon kevesen vannak azok, akik teljesen konzekvensen és tudatosan dolgoznak azon, hogy megpróbálnak egy képet kialakítani magukról. És valószínűleg, hogy pont ezekben az esetekben érheti a legnagyobb sokk őket, hogyha egyszer csak valahol megjelenik a képük, és igazából nem tudják értelmezni azt, hogy akkor ez miért van, hogy jelent meg. Én azt látom tényleg, hogy nagyon sok közéleti szereplő egyszerűen nincs tisztában azzal, hogy ő közéleti szereplő. Szerintem nagyon sokat kellene még ezen a felén dolgozni, és valószínű, hogy sokat segítene az, hogyha egyre több közéleti szereplő belátná azt, hogy valamilyen formában neki is szüksége van a sajtóra például, a megjelenésekre, arra, hogy írjanak róluk, hogy beszélnek róluk az emberek. Szerintem nagyon sokan nem érzik azt, hogy ennek mitől lenne fontossága. És hát ugye azt szokták mondani, hogy az elefántcsontoronyban ülnek, és nem tudom, szerintem tényleg elég sokan vannak, akik körülbelül így viszonyulnak ezekhez a kérdésekhez. Na, én mit itt találkoztatok olyannal, aki mondjuk arra kért titeket, hogy hát ebben a rovatban azért ne jelentesedtek meg engem, mondjuk a szexi pasi, vagy a hónapasi a rovatban, ami nem, akár lehetne szexi pasi. Nem, a hónapasi rovatban még egyszer sem volt visszautasítás, sőt, olyan van, hogy bejelentkezik, hogy írjunk róla. Tehát, hogy van ez a rovat, és akkor én nem lennék jó oda? Tehát, hogy inkább ez van. Olyan nem volt még eddig, hogy azt mondja, hogy nem, én nem szeretnék ott megjelenni. Beszéljünk egy kicsit a negatív szavazatokról, mert azért az is nagyon-nagyon érdekes volt, hogy a 271 pozitív szavazat mellett 348 negatív szavazat, és majdnem minden jelölt esetében nagyon magas volt a negatív szavazati arány. Igen, ezt utólag mi úgy gondoljuk, hogy valószínűleg tévedés volt az, hogy lehetővé tettük azt, hogy fel és le is szavazzanak az olvasók. Valószínűleg, hogyha össze fogunk állítani egy hasonló listát, akkor már nem fogjuk ezt lehetővé tenni, hogy lefele is lehessen szavazni. Hát nyilván a nagyszámú leszavazásnak a logikája az ugye abban rejlik, hogyha valaki egy szemét támogat, és mondjuk valakinek van egy ilyen támogatói köre, akkor az a támogatói kör minden megtesz azért, hogy az a személy, akit ők támogatnak, kerüljön az első helyre. Most ilyenkor ugye mit lehet csinálni? Az, hogy egy szemét fölfele szavazol, és 23-at lefele szavazol. Tehát, hogy nyilván, hogyha a számok logikáját veszük alapul, akkor elég egyértelmű az, hogy nagyon sok negatív szavazatot fog eredményezni ez a típusú cselekvés. Tehát, hogy valószínűleg voltak mondjam, ilyen Facebook kampányok akár, amiben arra biztattak embereket, hogy akkor szavazatok rá, és az, aki mondjuk célzottan egy személyre szavazott, és nem azért jött, hogy akkor megnézze a 24-es listát, és eldöntse, hogy neki abból éppen ki tetszik, és ki nem, hanem mondjuk azért, hogy
valamelyik sportolót vagy színészt támogassa a szavazatával, akkor valószínűleg ő egy plusz és 23 mínusz szavazatot adott. Igen, én azt hiszem, hogy egyébként ez az egész a nagy felháborodás mellett ez egy hatalmas versenyé is alakult. Tehát amikor kialakultak ilyen támogató csoportok, hogy akkor nyomjuk a szomszédot, vagy nyomjuk a szentgyörgyi színészt, vagy nyomjuk a nem tudom én kicsodát. Tehát, hogy volt egy ilyen jelenség is, legalábbis a másik két listánál egyértelműen látszott ez. Tehát itt is ugyanúgy én láttam, vagy gondolom, hogy egy ilyen dolog állt a nem szavazatok mellett, mögött. Ugye volt hasonló összeállítás már politikusokról, az olimpia legcsinosabb sportolóiról, ugye? Akkor szembesültetek ilyen jellegű elutasítással? Nem, hát nyilván az olimpiai sportolók közül kevesebb vannak olyan kapcsolatban velünk, hogy csak úgy ránk írjanak. Tehát nagyon szeretnénk, hogyha mondjuk egy norvég vagy egy amerikai sportoló annyira ismerni a Transindexet, hogy ránk írjon, hogy akkor megkér, hogy vegyük le a listánkról. De mondjuk az olvasó, az olvasó... Nem, az olvasók részéről nem volt. Tehát, hogy nyilván ez a bulvárnak az egyik specifikum, hogy minél közelebb van hozzád, annál jobban érdekel. Tehát minél inkább olyan személyekről van szó, akit esetleg neked is lehetőséged van ismerni, vagy te is ismered, vagy láttad már mondjuk egy darabban, vagy láttad valamelyik meccsen játszani, akkor jobban érdekel azért, mint hogyha valaki olyanról, aki lehet, hogy szép, és lehet, hogy ügyes, meg minden, de hogy tőlünk 2000 kilométernyire él. Egyébként arról se feledkezzünk meg, tehát, hogy voltak a negatív és pozitív megnyilvánulások, de azért az esetek többségében ez megtörtént. Tehát ez megszületett ez a lista, tehát, hogy ez működött ez a lista. Nagyon sokan nem ítélkeztek, tehát nagyon sokan nem tartották fontosnak, hogy ezt most jónak vagy rossznak nevezzék, hanem egyszerűen használták. Ezt most abból is mondom, hogy 45 vagy 46 új lány barátkérőm érkezett Facebookon. Tehát, hogy ez úgy megtörtént. Amellett, hogy persze ezt most érte jobbról-balról ítélet, de hogy Ez szerintem egy nagyon jó húzás volt a Transindex részéről, mint majdnem minden húzás a Transindex részéről. Azt gondolkodtam, miközben olvastam a kommenteket és a te válaszodat is, hogy vajon miért vettük mi ezt ilyen borzasztóan komolyan? Szerintem azért, mert nem vagyunk hozzászokva, mármint a közön. Én nem vettem komolyan, de azért, mert nem vagyunk ezzel megszokva. Nem egy gyakran előforduló tartalom típus az erdélyi magyar sajtóban. Igen, tehát ahhoz nem vagyunk konkrétan hozzászok, hogy hozzánk ennyire közel álló személyek, vagy akár mi magunk egy ilyen helyzetbe kerüljünk. Tehát, hogy az hozzá vagyunk szokva, hogy amerikai színészek, vagy brit színészek hasonló helyzetbe kerüljenek, az ugye minket semmilyen formában nem érint gyakorlatilag, mondjuk esetleg annyiban, hogy nekünk is szimpatikus vagy nem szimpatikus valaki közülük. A politikusok esetében már azért hozzászoktunk egy ideje szerintem, tehát hogy azért megfigyelhető, hogy a romániai-magyar köztérben gyakorlatilag a politikusok dominálják a közéleti szereplők körét. Tehát hogyha a közéleti szereplőre gondolunk, akkor mindig politikus fog az eszünkbe jutni. Remélem, hogy ez nem marad sokáig így, mert abszolút nem normális ez a... Hát még írtok három listát, és egészen bizonyosan nem. És hát valószínűleg pontosan ez a, hogy mondjam, hogy ha nem is vagyok közvetlenül érintve, de szinte közvetlenül vagyok érintve, tehát hogy egy kis szerencsével lehet, hogy én is rákerültem volna a listára, vagy hasonló attitűdő. Igen, a bulvárnak van egy ilyen tulajdonsága, mint a modern pszichológiának, tehát hogy úgy bemegy a lakásodba, és elmondja helyetted, felteszi helyetted a kérdést. Tehát mivel ezek közszereplők, nagyon sok ember látja őket, nagyon sok ember találkozik velük, és valószínűleg mindenkiben megfogalmazódik ez. Tehát emberek vagyunk, tehát mindenki megfogalmazódik, hogy nekem tetszik-e Suba Zsuzsi, vagy nem tetszik Suba Zsuzsi, vagy éppen B. Szabó, vagy éppen a Transindex szerkesztője, vagy éppen a Nőileg főszerkesztője. De úgy erről nem beszélgetünk. És hirtelen valaki kezdett beszélgetni. Szerintem meglepődtünk. Ez volt. Engem tényleg meglepett ez a dolog. Olvastam az egyik kommentben, hogy az erdélyi olvasónak nem erre van szüksége.
Kérdezem én az EDFM műsorvezetőjét, a Transindex és a Nőileg főszerkesztőit, mire van szüksége, mit szeretne olvasni az erdélyi magyar ember, ha nem erre van szüksége? Micsodát? A szürke családjáratán. Szerintem nem, ez egy nagyon veszélyes játék, tehát hogy nem szabad abba belemenni, hogy az olvasó közönség ízlését próbáljuk 100%-ban kiszolgálni. Tehát egyrészt olyan szempontból nagyon nem igaz ez az állítás, hogy az erdélyi olvasó közönségnek nem erre van szüksége, hogy az idei évben ez volt a legolvasottabb anyagunk. Már elnézést, hogyha olvassák az emberek, akkor valószínűleg mégiscsak szükségük van rá. Tehát másképp meg akkor miért olvasnák, ha nincs szükségük rá, nem? Másrészt meg nyilván a sajtónak nem szabad kifejezetten csak arra figyelni, hogy az olvasók mire kíváncsiak, mert hogy a sajtónak nem feltétlenül az a szerepe, hogy kiszolgálja az olvasói elvárásokat, hanem ennél jóval több. Tehát, hogy a sajtónak azért van egy véleményformáló szerepe is, van egy olyan szerepe is, hogy rávilágítson olyan dolgokra, amelyek esetleg a sajtó nélkül nem keltenék fel az emberek érdeklődését, tehát nem feltétlenül kell az szerint igazodni mindig, hogy mik az olvasói elvárások. Hát van egy szerkesztőség mögötte, amelyiknek szintén vannak elképzelése, hogy mit akar azzal a sajtóorgánummal, milyen irányba akar vele menni, miért jött létre. Tehát nem tudom, mi is, amikor indultunk pont egy évvel ezelőtt, akkor leszögeztük azokat a nem tudom, elveket vagy értékeket, amelyek mentén alakul egy-egy lapszám. Amellett persze figyelembe veszünk időnként olvasói észrevételeket is, de attól még nem térünk le arról az útról, amit magunknak úgy felrajzoltunk. Hát nagyon-nagyon érdekes, éppen az elmúlt héten itt a Trendelőben a szerelemről beszélgettünk, ugye a Szerelem Hete volt az Erdélyi Magyar Televízióban, így aztán mi is igazodtunk a témához, és éppen a műsor szerkesztőjével arról beszélgettünk, hogy milyen nehezen, és ez egy apró kis zárójel, mi is ezzel küzdünk folyamatosan, az olyan témák, amelyek szerelmet, párkapcsolatot érintenek, nyilván nem úgy, hogy valakinek a hálószoba titkait beszéljük meg a Trendelőben, nemes egyszerűséggel, nagyon-nagyon szépen, nagyon-nagyon udvariasan, de mondjuk 6 meghívottból 5 visszautasít. Azt, és ilyenkor elmondja, hogy bármikor, nagyon szívesen, bármilyen más témában, de erről nem szeretnék beszélni. Tehát, hogy az elmúlt héten a szerelemről beszélgettünk, és nem mondjam, hogy sikerült összegerebjézni 3 darab embert, aki azt mondta, hogy igen, rendben van. És még egyszer mondom, hogy ugye ez nem az a műsor, ahol bárkinek a hálószobájában, vagy a hálószoba titkait szeretnénk, feszegetni. Erről adok igazat, tehát abszolút minden tekintetben ezt kell minden sajtóorgánumnak követnie, nem kiszolgálni, hanem nevelni, megmutatni utakat, újakat felnyitni, a szemet felnyitni egy kicsikét, tehát hogy ebből is látszik, hogy ha bármi újat mutatunk nekik, az nekik nem feltétlen új. Ők azhoz hozzá vannak szokva, csak nem merik ezt fogyasztani még nyilvánosan és felvállaltan. Jó, az utolsó kérdés, nagyon-nagyon rövid választ szeretnék mindannyiótoktól. Van-e esély erdélyi magyar bulvárra civilizált körülmények között? Tehát, hogy nem ördögtől való a bulvár, egy bizonyos része. Tehát mi abszolút ezt fölvállaljuk, hogy igen, szeretnénk. Mi úgy is érezzük, hogy bizonyos lépéseket már tett is a szerkesztőség e felé, és hát elődék még állítanak össze néhány listát, ti meghívtok meghívottakat, és akkor így közösen, szerintem egészen ügyesen el tudjuk ezt indítani. A bulvár sajtónak van egy ilyen nagyon negatív megítélése a köztérben, viszont szerintem tényleg nem szabad mindent kivetni, ami ehhez a szóhoz köthető, és vannak olyan elemei, amelyek szerintem nagyon jól tudnak működni a romániai magyar sajtóban is akár. Lesz még lista? Persze, természetesen. Én a legnagyobb szívvel várom a bulvár sajtót, az erdélyit, és Én azon vagyok mindig a műsoromban, hogy ami az audiovizuális tanács legszűkebb kis résén átfér, én azt átviszem ott tényleg, és próbálom azt a részt tágítani, mert kell az embereknek ez nyilvánvaló.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Köszönjük szépen. Egyről a kettőre jutni, kibeszélni, megbeszélni, érvelni és álláspontokat egymás mellé vagy egymással szembe helyezni könnyedén, lazán és stílusosan. Ma este is csokorba gyűjtöttük a miértre, az azértokat. Az, hogy Szabó R. Ádám kollégám miért érkezik, nem is kérdés, vigyáz az egészségünkre a Gedeon Richter Romániával karöltve. Én köszöntöm figyelmét, szép hétvégét, jó pihenést kívánok. Találkánk jövő csütörtökön ugyanebben az időpontban. Viszontlátásra! Üdvözlöm Önöket a rendelőben! Mai adásunkban egy a népesség nagy hányadát egy bizonyos életkorban jelentősen érintő problémáról fogunk beszélgetni, amelynek nagyon sok esetben genetikai okai vannak, éppen ezért nem is olyan könnyen megoldható a probléma, mint amennyire gondolnánk. A pattanásokról van szó. A különböző befolyásoló tényezőkről és gyógymódokról beszélgettünk dr. Dénes László bőrgyógyász rezidenssel. A pattanásosság, mint betegség, az egy leginkább genetikailag meghatározott betegség. Tehát, hogyha valaki pattanásos, akkor valószínű, hogy ez a felmenőktől öröklődik. Vannak külső okok is, amik pattanásos betegséget okozhatnak, viszont az esetek nagy részében genetikai definiáltságú betegség. A pattanásosság nagyon sok embert érint, tehát különböző vizsgálatok sztádik alapján 30-80%-a érintett az emberiségnek. Hát ez attól függ, hogy milyen régió. Persze mondtam azt, hogy genetikailag definiált, tehát van egy populáció, ahol nagyobb a prevalenciája, és van, ahol kisebb. Az akné és pattanásos betegség, az mivel egy genetikailag determinált betegség, egy hormon termelődéséhez kötött genetikailag determinált betegség, ezért akkor jelenik meg, amikor az illető hormon elkezd termelődni a szervezetben. Fiúknál is, lányoknál is a pubertás kezdetével kezdődik. Egy kivétel van az újszülött kori akné, az akné neonatórum, azaz anyából átjött, a placentán átjött androgén hormonok miatt van, a 2-3 hetes korban magától múlik. Bár a pattanásosságnak leginkább genetikai okai vannak, egy sor külső tényező is befolyásolja a betegség lefolyását. A legfontosabb mondjuk az étrend, a diéta lenne. Mi árul hozzá a pattanásos bőr súlyosbításához? Hát mondanám elsősorban a tejet. A tej az semlegesíti a gyomorsavat, felborul az emésztő csatornának a baktérium flórájának az egyensúlya, ezáltal nyomelemhiányhoz vezet, a szervezet nem jut hozzá megfelelő tápanyagokhoz. Most, ami az étrenddel kapcsolatosan még megemlíthető, azok a gyorsan felszívódó szénhidrátok, a cukrok. Tehát aki ezzel a betegséggel küzdik, annak majdnem, hogy cukorbeteges, diabéteses diétát szoktunk felírni, tehát kerülni kell a gyorsan felszívódó szénhidrátokat, édességekről szó sem lehet. Még külső tényezőként hathatnak az olajok, beszélünk olajaknéről. Itt ebben a csoportban jön be a foglalkozás által súlyosbított betegség, tehát hogyha valaki olyan környezetben dolgozik, hogy a testét irritáló anyagok kerülnek a bőrre, hát a bőrét irritáló anyagok kerülnek a bőrre, akkor súlyosbodik a betegség. Nem miába mondtam, hogy sokan divatlapok és reklámok alapján kezdik el magukat kezelni. Most ezek a szupermarketben hozzáférhető termékek általában aktív hatóanyagot nem tartalmaznak. Leginkább a méhtisztítást célozzák, tehát ezzel is fogják meg a vásárlókat, hogy tisztítják a bőrt. Na most azon felül, hogy tisztítják, izgatják is. Tehát azokat az anyagokat, amivel benne van a tús szó maga, a samponszó, vagy az illatanyagok, tehát ami illatosított, minél több vegyszer van az anyagban, annál jobban kerülni kell ezeket a termékeket. Ezek izgatóak, ezáltal súlyosbítják sokszor a kórképet. Bár a genetikával nehéz felvenni a harcot, megfelelő hozzáállással és orvosi kezeléssel elérhetünk jelentős eredményeket, mondja dr. Dénes László. Nagyon fontos, hogy a betegeink azok ne kezdjék el saját magukat kezelni. Mindig egy szakember véleményét ki kell kérni. Rengetegen elkezdenek különböző divatlapokból, reklámokból meghallott termékeket vásárolgatni, és azzal automedikációt végezni. Nos, ezt senkinek sem javasolnám, mert a pattanásosságot sok ilyen kezelés súlyosbíthatja.
túltisztításkor is súlyosbodik a kórkép, és az alultisztálkodással is súlyosbodik. Vannak, akik csak egyszerűen lemossák vízzel a bőrüket, és végülis azzal is ártanak, tehát valamilyen szinten meg kell kapni azt a módszert, amivel egyensúlyban tartható a betegség. Mivel nagyon-nagyon súlyos pszichikai tehert jelent a pácienseknek, ezért a mi feladatunk, hogy a betegek lelkével is foglalkozzunk, nagyon mélyen bele kell menni, ezt a részét is át kell tárgyalni, és meg kell értetni a beteggel, hogy ez egy olyan úgymond tulajdonság, amit ő magával hozott, és nem tőle függ. Nem szabad kialakuljon a betegekben a kisebbségérzés a pattanásosság miatt. Ennyi volt már a rendelő, kedves nézőink, jövő csütörtökön újra találkozunk, addig is vigyázzanak bőrük egészségére, legyen egészséges hetük, a viszontlátásra! A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta.